Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat az 1 Korintus 10-nél, és ahogy az előbb is említettem, egy nagyon rövid, de hiszem, hogy aktuális üzenetet szeretnénk nektek átadni, és szeretném a figyelmeteket a mennyei dolgok felé, a menny felé, az odafelvalók felé fordítani, és hiszem, hogy Isten ma meglátogat bennünket. Egyébként én teljes mértékben meg vagyok erről győződve, hogy Isten vigasztalni akar bennünket, bátorítani akar bennünket. Szükségünk van arra, hogy a Szent Szellem vigasztaljon, bátorítson bennünket. Nem tudom, hányan vagytok itt, de nekem nagyon nagy szükségem van rá, hogy a Szent Szellem így vigasztaljon, gyógyítgassa a lelkemet, gyógyítgassa a szívemet, megkenjen engem olajjal, a lelkemet olyan, hogy átjárjon az Istennek a szeretete, átjárjon az Istennek a jelenléte, az Istennek a jósága, hogy így meggyökerezzek az Istennek a szeretetébe, hogy azt éljem át, hogy biztonságban vagyok, hogy a helyemen vagyok, hogy Isten ott van velem. Én nagyon szeretném ezt átélni, megtapasztalni. És tudom, hogy nektek is szükségetek van erre. 1 Korintus 10. Lehet, hogy egy nagyobb Biblia kellene nekem. Ó, köszönöm, Feri. De viszont az új fordítás. De köszönöm, Feri, nagyon szépen köszönöm. 1 Korintus 10. Szemüveges kéne, 12. Azért, köszönöm, tényleg jó lesz. Ez anyas, kettes? Az jó. Látjátok, milyen nagy szükségben vagyok? Hát ez van. Jó, ú, de jó, olyan nagyok lettek a betűk hirtelen. Szemüveg a lényeg itt. Hát ez fantasztikus, jól kezdődik ez a nap. De nem, tök jó, hát jól kezdődik ezen. Jól is áll. Azért, aki azt gondolja, hogy biztosan áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, és figyeljetek ide, így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Szeretném, hogyha tudnád, hogy ki fogod bírni a megpróbáltatást. Bármilyen nehéz körülmény vesz téged körül, bármilyen próbatételbe vagy, bármilyen kísértésbe vagy, Istennek az igéje azt mondja, hogy ki fogod bírni. Nem fog beletörni a bicskád. Nem fogsz benne tönkre menni. Nem fog tönkre menni az életed. Nem fogsz behasalni, nem fogsz elesni, nem fogsz kudarcot vallani, nem fogsz összetörni. Isten ezt ígéri, nem engedi meg, hogy följebb legyél megkísértve, mint amennyit elbírsz. És tudjátok, mindannyiunknak vannak próbatételek az életünkben. Csak a természetes életből fakadóan is, erről beszél Pál apostol, csak emberi kísértés esett rajtatok, próbatétel. Hát az a világ, ami körülvesz bennünket, ez önmagában egy kihívás. Az a közeg, az a környezet, az a millió, az az atmoszféra, amiben élünk, a világnak a gondolkodásmódja, a világnak a folyása, ennek a korszaknak a szelleme, és egyre erőteljesebb nyomást gyakorol ránk önmagában a teremtett világ, a bukott világ, anélkül, hogy jönne egy ördögi kísértés, vagy egy próba, vagy egy nyomás. És ez csak emberi kísértésről beszél. És tudom, hogy te is tudod, hogy tele vagyunk ilyen kihívásokkal mindannyian, tele vagyunk ilyen próbákkal. És Isten igéje azt mondja, hogy nem hagy bennünket feljebb kísérteni. És egy dologra figyelmeztet bennünket, az Úr, a Szent Szellem itt, hogyha próbába vagy, ha nehézségbe vagy, ha nyomás vesz téged körül, hogy ne magadba bízzál. Vigyázzon, aki áll, meglássa, hogy el ne essen. Nagyon fontos, hogy ne magadba bízzál. Várd meg az Istennek a szabadítását. Kell, hogy tudjuk megvárni az Istennek a szavát, az Istennek az igéjét. Meglássuk, észrevegyük, felfogjuk azt, hogy Isten hol akar bennünket kivezetni. Hol van az a rés, ahol ki tudunk jönni a nyomás alól. Két történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy gondolkodtam erről az igéről. Az egyik történet arról szól, amikor emlékeztek rá, hogy Izrael vándorolt a pusztába, és megunták már többen, türelmetlené váltak abban, hogy ennyit kell menni a pusztába, már évek óta megyünk a pusztába, és még mindig nem jutottunk be az ígéretnek a földjére. Már majdnem odaértünk, és erre Isten azt mondja, akkor menjünk, kerüljük meg ezeket az embereket, kerüljük meg Edomot, menjünk körbe. És akkor azt olvassuk a Mózes könyvében, hogy voltak emberek, akik türelmetlené váltak. Elveszítették az türelmüket, elveszítették az erejüket, és azt mondták, hogy most már elég volt. Elég volt a vándorlásból. Nem kell nekem már az a manna. Engem nekem most már ne adjon senki mannát. És lehet, hogy te is így vagy. Van itt valaki, vannak itt olyan emberek közöttünk, akik úgy vannak, úgy vagytok vele, hogy most már elég volt a vándorlásban. Már annyi éve itt
követem az Urat, megyek a Szent Szellem után, próbálom Istent szolgálni, vezet engem ez a Mózes, hallgatom az Istennek az igét, de a körülmények nem akarnak megváltozni, csak ott van a puszta, csak szükségem van minden nap arra, hogy odajáruljak az Istenhez, keresnem kell, ki vagyok szolgáltatva, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, ha ki vagy szolgáltatva, egyébként mindannyian ki vagyunk szolgáltatva Istennek. Mi is ugyanúgy benne vagyunk egyfajta pusztában ezen a földön. És lehet, hogy már belefáradtál, türelmetlenné váltál, és lehet, hogy úgy vagy vele, hogy az is lehet, hogy belementél dolgokba. Az is lehet, hogy ennek a következményeképpen még akár Istennel szembe is mentél. Tettél olyan dolgokat, ami Isten előtt nem kedves, sőt, lehet, hogy még utálatos is Istennek a szemébe. De szeretném, hogyha megemlékeznél arról, és szeretnélek téged arra emlékeztetni, hogy Isten adott megoldást. Még ezeknek az embereknek is. Ott voltak ezek a kígyók, elkezdték őket mardosni, és valami 23 ezeren vagy 24 ezeren pusztultak el egy nap alatt a pusztába. De tudod, Isten adott megoldást. Adott megoldást. Egy részkígyót. És semmi más nem kellett tenni ezeknek az embereknek, csak felnézni erre a kígyóra. És hiszem, hogy Isten így viszonyul azokhoz is, akik esetleg direkt neki mentek az Isten akaratának. Mert megkeseredtek, mert elfáradtak, mert kiégtek. Isten meg akar téged szabadítani. Az a lényeg, hogy nem magadba bízzál, az a lényeg, hogy nézzél fel az érckígyóra. Nézzél fel a názáreti Jézus Krisztusra. Ez az egy megoldás van. Nem tudod magad kikurblizni ebből a nyomorult állapotból, a próbából, a kísértésből. Egyedül Isten tud téged kiszabadítani a nehézségedből, a nyomorúságodból. Szeretném, hogyha tudnád. Amen. A másik dolog, a másik történet. Izraelt körülvették a moábiták, az amoniták, meg a szeiriták, vagy én már nem is tudom mi a nevük nekik, de nem is az a lényeg. Volt egy nagyon jó király, Josafát, és egy nagyon jó király volt. És tudjátok, nagyon megijedt, amikor jött a hírnök, és mondta neki, hogy hát most nagyon nagy bajban vagyunk, meg körülvettek ezek az emberek bennünket, nagyon nagy a sereg, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy végünk van. Josafát király nagyon megijedt, és tudjátok, hogy reagált ez az ember? Böjtöt hirdetett az egész országba. Megalázta magát a király, és elkezdett böjtölni az egész ország. Feljöttek a júdabeliek, ők is elkezdtek böjtölni, és elkezdtek imádkozni. És a Josafát király odállt Isten elé, megalázta magát, és elkezdte emlékeztetni Istent arról, hogy Isten mit ígért neki. Hogy Uram, azt ígérted, hogyha majd feljönnek ellenük, akkor te megszabadítasz bennünket. Ártalmatlanul, tényleg a Josafát király nem tett semmi rosszat, sőt, nagyon jó dolgokat tett, miután ő lett a király, elkezdte helyreállítani Izraelnek a népét, elkezdte visszatéríteni Izraelnek a népét az örökkévaló Istenhez. És megalázta magát a Josafát király, és elkezdte Istent emlékeztetni arra, hogy Isten mit ígért neki. De tudjátok, nagyon sokszor vagyunk mi úgy, hogy még mielőtt megaláznám magunkat Isten előtt, elkezdjük Istent emlékeztetni arra, hogy mit ígért nekünk. Ez a sorrend, ez egy nagyon fontos sorrend, ahogyan ő viszonyult ehhez. Megalázta magát, emlékeztette Istent az ígéreteire, és azt mondta, hogy Uram, nincs erőnk. Ezek legyőznek bennünket. A másik nagyon fontos tény, Istenem, hogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Egy józan, őszinte, egyenes ember volt ez a Josafát. Nincs erőnk, nem tudjuk, hogy mit csinálunk. És a következő nagyon fontos kijelentés. És amikor te elismered azt, hogy nincsen erőd, nem tudod legyőzni az ellenséget, és nem tudod, hogy mit csináljál, egyedül nem tudod megoldani a problémát, akkor megváltozik a szíved, és azt fogod mondani, amit a Josafát mondott. De te rád nézünk. Te rád nézünk. És elkezdtek megállni az Úr előtt. Elkezdtek imádkozni. Az egész nép ott állt Isten előtt, és várakoztak. Várták, hogy Isten mit fog hozzájuk szólni. És tudjátok, ez a legnehezebb, és tudom, hogy nagyon sokan vagytok ebben, meg vagyunk ebben, ebben az állapotban, ebben a periódusban. Sok keresztény, hívő ember van ebben az állapotban, ebben a várakozásban. Valaki türelmes, valaki türelmetlen. De nagyon fontos, hogy megtanuljunk várakozni az Istenre. Ne csinálj addig semmit, amíg az Úr nem mutatja meg a kivezető utat. Egy személyes példát hadd mondjak el nektek. Miután én megtértem, nekünk nem lett egy gyerekünk, mert a feleségem elkezdett főiskolára, egyetemre járni, és annyi gyógyszert beszedett, hogy utána már nem lett egy terhes. Anna. Aha. A feleségem, a Juli Anna. És képzeljétek el, hogy imádkozott, már az egész ország imádkozott már értünk, mert már akkor még egy másik gyülekezetben voltunk, és akkor mindenki tudta, ismertek bennünket, és imádkozott értünk mindenki.
És egyszerűen nem lett egy gyerek. És a feleségem mondta nekem éveken keresztül, hogy fogadjunk örökbe, fogadjunk örökbe, fogadjunk örökbe. Mondom, nem. Makacs voltam. És tudjátok, amikor eldöntöttem azt, kimondtam a számmal, 10 év után, hogy jó, akkor fogadjunk örökbe gyereket, Isten adott egy álmot nekem még aznap. És a Hannácskát láttam álmomba, a kislányomat. És egy év múlva megszületett a Hanna. És ezt azért mondom el nektek, azért szeretném nektek elmondani, hogy Isten megvárja, amíg a szívedben megváltozik valami nagyon sokszor, ahhoz, hogy oda tudjon neked adni valamit, hogy megmutassa a kivezető utat, hogy birtokba tudjad venni az ígéreteket. És tudjátok, Isten nem egy gyereket adott, 4-et adott. És sokkal többet ad neked, mint amennyit válsz. Sőt, elmondom nektek, hogy Isten annyi gyereket adna nekem, amennyit kérnék tőle, mert a szívem a helyén van most már. És így van ez más... Minden mással is a hívő életben, a keresztény életben, egyétek el. Isten a szívedet akarja változtatni, a szívedet akarja, a bensődet akarja formálni. De értsétek meg, hogy meg kell tanulnunk várni az Istennek a szabadítására, az Istennek a jelenlétére. És tudjátok, ott álltak ezek az emberek. Az egész nép ott állt Isten előtt. A hadsereg körbevette őket. Életveszélybe voltak ezek az emberek. Életveszélybe voltak. Higgyétek el. Nem emberi kísértés volt rajtuk. Ez ördögi volt. A sátán alig várta, hogy ezeket eltapossa Izraelt. Ott állt az a hatalmas sereg, ezek meg ott álltak, imádkoztak. Értitek? A szemük nem rebbent. Várták az Úrnak a jelenlétét. És egyszer csak tudjátok, mi történt? Jött a Szent Szellem, azt olvassuk, és rászállt az egyik lévitár ott a nép közül, és elkezdett profétálni ez a lévita. És azt mondta, hogy ne féljetek, ne rettegjetek, ez a harc nem a ti harcotok. És szeretném, és tudom, hogy Isten szól ma hozzád, hogy ez a harc nem a te harcod, ez az Istennek a harca. Ő harcolja a te harcodat. Ő küzd, érted? Ő áll szembe az ellenséggel. Hidd el, hogy nem egyedül harcolsz, és ez az ő harca. És az történt, hogy Izrael nép, amikor ezt meghallotta, leborultak Isten előtt. Leborultak az Úr előtt, és elkezdték imádni az örökkévalót. És tudjátok, megértettem ebből valamit. Hú, az már nem 10 perc, Ervin, nem mindjárt vége, 2 perc. Nagyon nehéz, egész héten ez forgott bennem. Megértettem valamit, a kijelentés mindig ezt hozza benned létre. Amikor Isten szól hozzád, akkor te mindig abba a pozícióba kerülsz, ahol a legjobb neked. A földre, hassal le, Isten előtt. Akkor ő az Isten, az Úr az Isten. Tehát ott nincs más, ott te meghajtod a térdeidet, megadod magad, és csak ő van, és semmi más nincs. A kijelentés ezt hozza az emberbe létre. Tudjátok, ezt a szívet. És bátorságot hoz létre a kijelentés, az Istennek a szava, a prófétai szó. Mert azt mondta Josafát király a lévitáknak, hogy figyeljetek ide, nem a seregnek a végére álltok, hanem a seregnek az élére. Menjetek előre, és ti fogtok elől menni a seregnek az élén alatt. A zenészek. Kellett nektek prófétálni, lányok. A Ritának, meg az Ildikónak, meg a többieknek. Odaálltak, és mentek. És tudjátok, mi történt? Ebben az állapotban, ebben az extatikus állapotban dicsérték az Urat ezek az emberek. És közben életveszélyben voltak. És tudjátok, hogy mi történt? Az Isten összezavarta ezeket a népeket, és egymásra ölték meg. És nem maradt semmi. A kis ujjukkal nem kellett őket érinteni. És szeretném, hogyha tudnád, hogy lehet, hogy rajtad kívülálló okok miatt kerültél bajba, vagy próbába, vagy nehézségbe, vagy nyomorúságba, vagy körül vesz téged, és összecsapnak fölötted a hullámok, akkor a legfontosabb az, hogy megalázzad magad, és állj oda Isten elé, és mondd meg neki, hogy Uram, nincs erőm, nem tudom, hogy mit csináljak, csak te rád nézek, és hidd el nekem, hogy Isten nem fog téged cserbe hagyni. És még valami röviden. Értsétek meg, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy az Istennek a jelenléte betöltsön bennünket. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy az elején is elmondtam, hogy ránk szálljon az Istennek a jelenléte, hogy ott legyen a súlya az életünkön az Istennek a dicsőségének, a Szent Szellemnek az erejének, jelenlétének. Ahogy a pusztában is körülvette Izrael népét a Szent Szellem, éjjel, nappal ott volt velük. Nekünk is erre van szükségünk, mert olyan közegben élünk, hogyha a Szent Szellem visszavonulna egy napra, komolyan mondom, ha visszavonulna a Szent Szellem egy napra, végünk lenne, annyi lenne nekünk, higgyétek el nekünk, végünk lenne, elesnénk, elhullanánk a pusztába. És a másik dolog, kijelentésre van szükségünk, arra van szükségünk, hogy Isten szóljon hozzánk, mannára van szükségünk, mert nem éljük túl a pusztát, ha nincsen manna, értsétek meg, Isten a kijelentésen keresztül táplál téged, meg engem, meg vezet bennünket, a kijelentésen keresztül ad neked hatalmat, erőt, befolyást, bátorságot, kijelentést, vezetést,
A kijelentés a számodra az, ami a túlélés jelenti a földi pályafutásod során. Úgyhogy én arra vágyok, és azt várom, és hiszem, hogy ti is így vagytok vele, és sikerült benneteket felgerjeszteni, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy látogasson meg ma bennünket. Úgyhogy kérlek benneteket, álljátok fel.